150-en léptek szorítóba az elmúlt hétvégén Bükön, ahol a 21. női ökölvívó bajnokságot rendezték. A megmérettetésen az NVSC Big Boxing is képviselte magát, 5 versenyzője közül 3-an is dobogós helyezést értek el. Szép eredmény, de igazán van hiányérzetünk is, mivel az egyik legeredményesebb versenyzők csak ezüstérmes tudott lenni a döntőbe, szoros vereséggel kikapott, legalábbis a bírók úgy látták. Az érmeseink Kovács Klári magyar bajnok lett 54 kg-ban, 8 évvel ezelőtt volt először magyar bajnok, és 8 év után sikerült neki újra, ami egy nagyon komoly eredmény és siker felnőtt korosztályban. Az ezüstérmesünk az Nagy Kitti, ő is felnőtt korosztály 57 kg-ban, ő a döntőben 3-2-es pontozással, mint ahogy mondtam, bíróknál alul maradt, illetve van egy junior 80 kg-ban egy bronzérmünk, egy kezdőlány, akinek első versenye volt, és 2/5. Helyünk van, Vastag Sára, illetve Magyar Boglárka révén. Kovács Klára 2008-ban már állhatott a dobogó legmagasabb fokán, azóta folyamatosan azért küzdött, hogy ismét az első helyen végezhessen. Nagyjából az ellenfelemet, hát azt nem mondom, hogy ismertem, mert még nem találkoztunk soha, de néhány magyar bajnokságon már láttam mérkőzni, és az mindenképpen biztató volt, hogy olyantól kapott ki, akit én például tavaly megvertem. És így bíztunk a képességeimben és az elvégzett munkában, úgyhogy így ezzel felvértezve vágtunk neki a döntőnek, és végül is úgy sikerült, ahogy szerettük volna, tehát igazából én nehezebb meccsre számítottam, de aztán már menet közben az elején is láttuk, hogy valószínűleg meg fogom tudni oldani, és ez is sikerült is. Az ökölvívók számára nincs pihenés, a soron következő hétvégén már a 4 nemzettornán bizonyíthat az NVSC Big Boxing egy másik ökölvívója, a magyar válogatott Kovács Rihárd. Én úgy érzem, nagyon jó felkészülésem vagyok túl, a mai nap is nagyon kemény edzés volt, úgy érzem, hogy jól felkészültem. Egy jó ökölvívás várok magamtól a tornán, remélem, hogy jól fog sikerülni. Kovács Rihárd a budapesti tornán a 64 kg-os súlycsoportban, egy honfitársán kívül még egy szlovák és egy horvát ökölvívóval verseng a végső győzelemért.